sokat látunk, hogy vészkapus van, valamelyik mezőnyjátékos magára kapja a kapus szerelést. Na jó, hát ritkán látunk, hogy egy kapus játszik a mezőnyben. Már feltéve, hogy engedik neki. Igen, nem rövid nadrágban van, ez itt a probléma. Hát igen, egy kapusnál azért az ritka, mezőnyjátékosnál annál gyakoribb. Ezt most nem fogjuk látni. Fő a diszkréció. Hát érdekes egy mérkőzés. Ebben a BL kiírásban azért jó néhány olyan mérkőzést láttunk, ahol valamelyik csapat meglehetősen foghias kerettel érkezett meg egy meccse, de azért az, hogy az egyik kapus a mezőnyben játszom már a második fél időben, hát ilyenre én megmondom őszintén nem emlékszem. Ezt most megvárjuk. Mert különben nincsen meg a hat mezőnyjátékos. Na most már minden stimmel. Jaj, majdnem elkiabáltam. Megvan a rövid nadrág. Hát ez tetszik a nézőknek. Olyat látnak a pénzükért, amit mi is vártak volna. Hát most már tényleg csak a gólkülönbség itt a kérdés, hogy mekkora lesz a különbség. Na kérem, hoppá! A meccs pillanata! A kapus, Rikke Poulsen. Na valószínűleg először játszik a mezőnyben profi pályafutása során. Na nézzük meg még egyszer. Ó, de szép volt ez. Hát jól látszik, nyilván vannak gyerekbetegségei a dolognak, de hát ne legyünk telhetetlenek.